Üdvözlök mindenkit! Újra egy beszélgetésre invitáltam kedves barátomat és mentoromat, Szentes Robertet. Üdvözöllek, Robi! Én Leoszki Péter vagyok. Egy kérdéssel indítanék, ha megengeded. Vállalkozó vagy? Tiéd a jövő, mondhatnánk. És azt hiszem, hogy sokaknak ismerős lesz, hiszen nem is olyan régen erről egy videót készítettünk. Szeretném ezt a témát folytatni olyan gondolatok elindításával, amit talán én azt gondolom, hogy sokan most már buzog bennük a vágy, hogy tényleg az új földre érkezve valami olyat csináljanak, ahogy te is mondtad, hogy mert bevállalni azt, ami életedben a legnagyobb szégyen volt. Én mégiscsak azt tűzném ki célul, hogy ne akadjanak el az emberek, tehát az emelkedőket, azaz a magánvállalkozókat, akik emelkednek, azokat segítsük egy pár olyan gondolattal, amik biztos vagyok benne, hogy sokakban benne van, de nézzük, teszteljük le őket, ha tudunk nekik mutatni egy-két irányt, végig mennek-e rajta. Kérlek, kezdjük is el ezt a beszélgetést. Szia! Általában ugye két fő csoport van. Az egyik az, aki ki akar lépni a multiból, és magánvállalkozó szeretne lenni, a másik csoport meg, aki már a magánvállalkozás útján van, de szeretné ezt a vállalkozást sikeressé tenni. Aki már úton van, az talán egy pár lépéssel előrébb jár, mint akik még a multiban vannak, és azt nagyon fontos tudni, hogy egy bizonyos lépés sorozat után mind a két csoportnak ugyanarra lesz szüksége, tehát ugyanarra a megoldásra. Ezt te mondtad nagyon szépen, hogy ugye a régi 3D-s világban, majd kérlek, hogy segíts kifejteni, mert olyan szépen Jó. mondtad, hogy ott nem igazán az érték teremtés volt a fókusz, hanem a pénzkeresés. Teljesen más a kettő. És az történt, hogy omlik szét a szemünk előtt egy háromdimenziós invertált mátrix. Maga az egész definíciója a vállalkozásnak, a biznisznek és a pénznek idomul az új energiához. És ez oda vezet, hogy annak, akinek volt pénze eddig, az vagy úgy érzi, hogy nem megy a biznisz, Igen. nem érzi magát úgy, hogy amit eddig csinált, az igazán a szívéhez szól, vagy lelkéhez szól. És az emelkedőknek az a nagyon fontos dolog, hogy említettük a múlt videóban, hogy csak szívbéli teremtés adja meg Így van. az anyagi javakat, és azt az értéket, azt a teremtést, ami igazán mindenkinek jó. Mondok itt egy-két dolgot, oda bedobjuk, ahogy szoktam említeni, a téglát a kirakatba, aztán pucolunk utána, de ezek kellenek. Azért kellenek, Péter, mert amíg az ember nem ismeri a mintáit, addig nem tudja, hogy mi leselkedik a sarkon túl, és nem tudja, hogy mik azok a potenciális veszélyes csapdák, amik ugye ebben az esetben a magánvállalkozást tönkretehetik. Mivel én az elme mestere vagyok, és azt tanítom, minden onnan ered, és rám szeretnék világítani egy-két olyan, kiemelni egy-két olyan dolgot, ami tényleg segít az embereknek. Az evidens volt, hogy a háromdimenziós mátrixban dicsőítettük azt, akinek pénze volt. Ez volt mindig a cél, keres pénzt. És nagyon fontos a pénz. Tehát én szeretem a pénzt, és nem érdekel, hogy ki tud erről, és kinek tetszik, és kinek nem. Ez egy ismert, oké? Okay? Ez nagyon Fontos, fontos. ezt mindenki írja majd fel magának, így van. But I love money, and I don't care who knows it. Nem érdekel, hogy mit mond a másik. Mert pont ez volt a legnagyobb bajunk, hogy mindig azt próbáltunk idomulni azokhoz, akiknek, tudod, még nem tartottak ezen a tudatosságban, nem tudták elfogadni. Na most. A régi világban nagyon sok dolog történt, főleg egy pénzzel, meg vállalkozások kapcsolatban, és ez egy ilyen dupla élő kard szerűségként jelent meg a világban, mert
könnyű volt eladni tapsikoló, ugribugri, buta tanításokat és szemináriumokat, és egy és egy oknál fogva, mert az emberek lusták voltak. Lusták, elhívja a mentális tűnyösen. És a régi rendszerben, hogy minél inkább hajlandók voltak ebben a sötét gondolkodásmódban lenni, legyen az biznisz, vállalkozás, vagy bármi, az ego annál inkább megjutalmazta őket. Ez oda vezetett, és ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy az ember elkezdte a bankszámláját és a pénzt istenként tekinteni. Ez nagyon fontos kifejezés. Istennek tekintett a bankszámláját, játszotta az Istent, közben istentelen volt. Oké. Okay. Most ez az istentelenség, ez tudod, hogy hány tízezer rétegre le van bontva, és most ezt mutatja az égig, hogy soha innentől kezdve nem engedélyezzük ezt a gyűlölködő, buta, másokat kihasználó, önző kapzsi világot, amit te teremtettél, humán. Oké? Okay? Ezek is saler. Ezek mind árnyak, ezt te tudod. Ki kell integrálni magunkból ezt a sok kapzsiságot, ezeket a túlélési félelmeket, ezeket a csak a pénz hajszolásáról szóló energiákat, mert a tudatosságunk teremti a pénzt, nem az a másik ember. Mindig ez volt a probléma. Nem a teremtő, nem az Isten volt a forrásunk, hanem egy másik ember, ami előbb-utóbb bizalmatlansághoz vezetett, turpissághoz vezetett, csalódásokhoz vezetett, és az elmében ezek olyan processzeket, olyan folyamatokat indítottak be, hogy szétvált a világ. Vagy te is mondtad, 1 vagy 2%-ának volt. Ugye ez a hatalma, ez az anyagi hatalma, és a többi az megpróbált evickén. Ennek végül. Aki fent volt, lent lesz. Aki lent volt, fent lesz, de ez felelőssége jár. És te mondtad nagyon szépen, hogy kérlek erre térje ki, ha apropó, hogy a pénz világa egy nagyon-nagyon erős világ. Én is milliárd dolláros vállalatoknak, milliárd dolláros vállalatok dolgoztam. Úgy megírtak előttem egy 100 millió dolláros csekket, hogy csak néztem, azt nem hiszem el. A sok pénz. Eszmetlen sok pénz. És ez csak a depozit volt, tehát a leté. És amit tudni kell a magánvállalkozóknak, hogy ha tényleg magukat bevállalják, és olyan terméket mernek, mert ide bátorság kell, a világ elé nyújtani, ami nem a réginek az ismétlődése, akkor nyerni fognak. Az ego világa, az invertált matrix, az mindent ismételt. Ez szándékosan volt így, és beszéltem egy pár így közelebbi ismerősömmel, és mondta, hogy már kezdi unni ezt az ismétlődő, de amit én úgy hívok, hogy hablaty, ez a nesze semmi fog meg jól energia. A magánvállalkozók ki a jövő. Én is egy magánvállalkozó vagyok. Te is. Ugye tranzicionálsz, tehát nősz ebbe a cipőbe. Azt is kell tudni, hogy nem fogunk versengeni, és egymást segíteni fogjuk. Ez nagyon fontos. És csak is egy és egy féleképpen lesz az ember sikeres, hogyha magát adja, profi, precíz, önmunka, meg azon keresztül. Igen, és az jutott eszembe, amit beszéltünk, hogy honnan indul ki egy vállalkozás. Ugye nagyon benne vagyunk ezekben a startupokban, ugye, ami arról szól, hogy ezek ugye kis vállalkozások bemutatják, ugye pitchelnek az angyal befektetők előtt. Én azt gondolom, hogy ez abból indul, hogy az embernek van egy gondolata, van egy víziója, van egy álma. És én azt gondolom, hogy sok embertől, ha visszaemlékeznek, már gyerekkorban ez meg volt mondva, hogyan játszottunk kockákkal,
ide raktuk, mint hogyha mi lettünk volna az igazgatók, és a vállalatunkat, hogy éppen egy icike-picike kávézót nyitottunk, ugye kislányok, tehát hogy megvoltak már gyerekkortól fogva azok az álmok, azok a belső indítatás, hogy már gyerekként tudtuk, hogyan szeretnék leélni a világot. Na már most, ahogy te tanítod, végignézett mindenki a családján, már is látta, hogy hogyan lehet aput, anyut tönkretenni, nagyszülőket. Nincsenek például Magyarországon tradicionálisan generációkat átívelő vállalkozások. Ennek nyilván megvannak az okai, talán ne is erre térjünk ki, hanem arra, hogyha egy álom meg tud valósulni, és amit támogatnak. Tehát nyilván a legfontosabb most itt nálunk az, hogy támogassuk azokat, akik emelkednek, átmennek azokon a fázisokon, hogy tényleg higgyenek magukban és az álmaikban, és utána ez a beugró után már mehet tovább. Itt mit mondanál, hogy az álmokat honnan keressék, meg honnan vegyék újra elő, hiszen erre már adtunk támpontot a múltkori előadásban. Szeretem ezt a témát, mert nagyon nagy segítséget nyújt a világnak, és segít átdolgozni az eddigi rossz programjainkat. Ez már év tízezredek óta így folyik, hogy az álmainkat leverték, és ez szándékos mód. Amikor a mi képzelő erőnket, ez az elme, a tudattalan elménk, a képzeleteink, ezzel programozzuk, és akkor a társadalom, meg a szülők, meg család redukálja ezt az ő kivetítésük által. Hogy ezzel vigyel? Nem, az a lényeg, hogy csak akkor vagyunk befolyásolhatóak, hogyha gyógyulatlan és integráltan konfliktus van az elménkben. Na most ebben rengeteg van. És az álom az egy olyan részünk, az álmodozó árnyunk, amit nagyon profin leromboltak. Ha ezt nem integráljuk vissza, és nem gyógyítjuk meg a sérült álmodozó részünket, egy boldogtalan, nem is tudom, hogy úgy hívják, hogy unfulfilling. Tehát, hogy nem egy teljes életet fogunk élni. Vissza kell integrálni, vissza kell gyógyítani az álmodozó énünket, mert az álom, az álmodozás adja meg arra a lehetőséget, hogy teremtsünk valami újat. Ezek, én tudom, mert én erre vagyok kiképezve, hogy eszméletlen velem mondjuk az emberek arcába a kellemetlenségeket, és ez nekem zsigerből megy már. De ezt azért mondom itt, Péter, mert az ego világ az, ahogy mondtuk, ismételt mindent. Ez a déjà vu. Igen, déjà vu. És ebbe benne van egy nagyon kevés jó dolog, de leginkább nem kívánatos dolog van ebben az ismétlésben benne. És ez az ismétlés mi? Hát az egész családnak. Mert rákja volt, szegény volt, megy tovább a szegénység, megy tovább a betegség, és az egész, ez a szenvedő minta. Oké? Erre fogok volna előadást tartani. És csak azért ismétli az ember magát, két oknál fogva, fő oknál fogva, aztán minden alatt van egy több ezres alstruktúra, mert elhitette magával, vagy a külvilág befolyásolt, és ezt magában elraktározta, hogy olyannak kell lenni mindenkinek, mint a másik. Légy ugyanolyan. Légy ugyanaz. Beszélj ugyanúgy. Csináld ugyanaz. A mérnök jól keres, legyél te is mérnök. Nézd csak. Menj ez a csávóhoz, neki sok pénz, mert pénz. Te, ez az egész egy ilyen nagyon-nagyon torzult értékrendből jött, amit ugye mi teremtettünk és elfogadtunk az elmébe. Az a lényeg, hogy ebből ki kell szállni. Aki nem mer más lenni, azaz maga lenni, az nem fogja jól érezni magát, nem fog tudni teremteni. Erről beszéltünk a múltkori interjúban, hogy az univerzum azt jutalmazza meg, aki bátor. Aki kimer lépni a mókuskerékből, mert mindenki szinte a mókuskerékbe próbálta betuszkolni a gyermekeit,
még magát is, és én is csináltam ilyeneket, tehát nem ez a lényeg. És amikor ugyanők vagyunk, mint a többiek, a szív nem él, nem mi nem élünk, és egy ilyen halott energiát reprodukálunk, és most már ez meg több tízezer éve. És az anyag, hogy puf, tudod, meg kell, ebbe segítenek az égek. Ácsi, állj, mókuskerék megáll, film megáll, tudod, egy totál filmszakadás van most, ha belegondolsz, és ezt csak mi magunkon belül tudjuk úgy átvotozni azt meg, hogy bevállalom azt a Szentes Lubit, azt a Lehocki Pétert, aki én vagyok. Ehhez kell a bátorság. Ez a mátrixi rendszer az egy eszméletlen jó iskola volt, de az egy emberellenes és igazándiból egy béke és sikerellenes rendszer. A sikert eddig mihez jár, vagy rendeltük hozzá? Jattokhoz, gazdagsághoz, de akik onnan teremtettek, ebből két kategória van, vagy akik ebben éltek. Benne éltek ebben a nagyon sötét világban, és nem is tudták. Vagy aki Az így. nagyon-nagyon áttört, és tényleg áttört ezen az ionoszféra, stratoszféra, visszahúzó erők, ez a sok támadás, és itt van a fényben, azt mondja, hogy az Isten az én forrásom. Az bőségben él. Ezek gazdagságban élnek, de félnek. Nem is tudják. Itt bőségben él az ember, és boldog. Itt nem a pénz az Isten, itt az Isten és a pénz automatikus. Itt nincs Isten, itt támadja az ember az elmén keresztül az Istent, és előbb-utóbb szétesik ez a rendszer. És most szétesett. Magánvállalkozók, még gyorsan mondok, amit. Na, de Ennek hogy is tudni kell. Innen, ebből a, ez a mindenki ugyanaz energiából, ki ezt a gőriző gondolatmenetet le kell állítani, és megkérdez, hogy hogy tudok ide jutni, hogy tudom magam adni, hogy a forrás legyen a forrásom, és ne ez a kapzsi világ. Ahogy te szoktad mondani, imádkozz más Istenhez. Tehát tulajdonképpen az ember, amikor észreveszi azt, hogy ő már egy sablon, és ez a tipizálás történik, hogy te olyan vagy, mint Mari, te olyan vagy, mint Gyuri, te olyan vagy, mint Géza, és ezzel nem gondolkozik el, hogy nem, ő egyedi, tehát akkor hogyan tudnám én is ugyanazt a ruhát fölvenni. És ennek ugye ékes példája a nagy gyárok, ahol tényleg tulajdonképpen elemeket gyártanak le, és mindenki ugyanolyan, ugyanazt csinálja, szinte már a gépek helyett dolgozik, de ő önmaga is gép lesz. Én azt gondolom, hogy ez után van az, hogy nem akarok ebből váltani. Nem is az, hogy nem akar, nem tud. Nem tudja hogyan. És nem, hogy azon nem tud gondolkodni, hogy voltak-e gondolatai bármikor is, teljesen ki van ürülve, teljesen üres. Ezt valóban az emberek teremtették, az embereknek teremtették, de mégis eljutni azon az önmunkán keresztül, ahogy ezt te tanítod, ékes bizonyítéka vagyok én is, hogy el lehet jutni. Természetesen ez munka, de ez az a munka, amit minden embernek én kötelezővé tennék, mert ez egy valóban értéket, belső értéket teremtő munka, és onnantól kezdve a csillagoség. Tehát, hogy ez egy valós történet, amiről te beszélsz, nem pedig, hogy te mondanád a spiri hablaty. Sokan sajnos ezzel támadnak téged, hogy téged is mit akarnak? Kategorizálni. Nem, én egyedi vagyok, fiam. Tehát innentől kezdve csücs, és majd én mondom, hogy hogyan kell. És ezt fogadják meg az emberek, mert amit mondasz, egy dolgot kérsz csak, és föntről is. Csináld meg, de úgy, ahogy mondtam. Ez a tiszta, ez az egyszerű, és ez a kivitelezhető. Mert sokszor olyan üzenetek jönnek, ami kivitelezhetetlen. Mi lesz? Kudarc. Ki akarja csinálni? Senki. Ki gazdagodik meg? Hát aki elhitette. És innentől kezdve újra a mutyi, a sokat hallhatom, ezt bennem marad, hogy csak okosba, figyelj, dőlni fog a lóvé, csak csináljuk meg, ad nekem, majd én megoldom neked, kacsintás. Nem.
A becsület kódexban ilyen nincs, ez törölve van. Jó, tehát, hogyha ebből kell lépni, akkor a pénz mit jelenthet az embernek, hogy miért félünk a pénzt? Mert sokan félnek. Igen. És akkor félnek az üzlettől is. A magánvállalkozástól is. Ú, ott pénzt fogok keresni. Úristen, gazdag leszek én is. Tudom, hogy nagy téma, csak hogy azokat a sztereotípiákat, hogy kicsivel feloldani az emberekbe, hogy ne az első lépésnél adja föl. Igen. Ahogy mondtad, nagyon, hogy beszéltek, nagyon fontos az álmodozás, mert az a kreatív részünk, azt szígyenitek meg és tiporták sárba, tehát azt meg kell gyógyítani, ennek van egy precíz metodikája. A pénztől való félelem, ez eléggé komplex, mert több ezer irányból jöhet akár. Most mondok egy-két példát, hogy lehet, hogy volt múlt életben, kiraboltak minket, mentünk a lovaskocsival, és mondták, hogy pénz vagy életet, hú, hát akkor inkább életet, és akkor az mondjuk, hogy az elmei síkon, mikor azt mondjuk, hogy magamnál pénzt tartani veszélyes, mert kirabol, mert megtámad, meg akár az életem is el, azt mondjuk, akkor nem lesz nálam pénz. Nem is tudja ezt, hogy tudatalat elutasítja a pénzt. Ez csak egy egyszerű, icipici-pici szelet ennek a tortának, és De bocsánat, erre ki hozta, tehát ez ki lovagolta meg? A bankok. Legyen nálad egy kártya. Hívjuk ezt bankkártyának. Ne hagyd magaddal a pénzt. Brilliáns. Tehát, hogy Igen. egyből lecsaptak. Egyből lecsaptak. Így van. És én ezt mondtam többször, és ez nagyon fontos tudni, hogy megint ugye a magánvállalkozók a fókusz, de Így van. mert ők lesznek, ők a jövő, ők emelkednek, ők lesznek a munkáltatók, ők lesznek a boldogok, aki még nem tart itt, akkor majd segítünk nekik, de ez a lényeg, hogy ezt meg kell teremteni, és ugye volt ez a három rendszer, a military, tehát a katonaság, akkor a bankrendszer, és akkor a vallás. Ez a három rendszer, ez emberellenes volt. Ahogy te is mondtad. Nem az emberekért szólt. Ezt nekünk vissza kell vállalni, és egy és egy és egy oknál fogva kötöttünk itt ki, mert a személyes erőnket elutasítottuk. Pontos. Ez több tízezer részre van szórva. Tehát mikor nagy technikát csináltam, tudod, hogy innen mi hiányzik, hát a személyes erőd, a férfi erő, a női erő, és tízezer részt de szét van szórva, és aki ezt érti, és tudod hajlandó csinálni, az vissza tudja integrálni ezeket a dolgokat, és belépni egy erőnkben lévő teremtéshez. Fent nem haragszanak ránk, mi haragszunk rájuk. És az a lényeg, hogy most, hogy ugye 2024 április eleje van, mindenkiben már integrálódott az összes felső énünk, és az összes alsó énünk. Na most ez úgy jön ki, hogy aki tényleg dolgozott magán, az jól van. Aki nem dolgozott magán, az diszonanciát érez, szorongásokat, félelmeket, sem még a mindent be lehet pótolni. De ami nagyon fontos tudni az emelkedő magánvállalkozóknak, hogy most van egy olyan nyomás rajtunk, egy ilyen energetikai nyomás, az ember legszívesebben még visszahúzódna, csak aludna, vagy elbújna a világtól, és pont az ellenkezőjét kell csinálnunk. Erről beszéltem így a előadásokban, és te is hallottad, hogy ez a DNS-elnök, ez a constriction. Összehúzódunk. Visszamegyünk ebbe az icipici mag énbe, aki megszégyenítettek, aki fél, aki nem mer adni, meg kiröhögték, és az anyag, hogyha tényleg a magánvállalkozók sikeresek akarnak lenni, az ilyen nyomás alatt kell tudni kicsirázni. Nyomás alatt nő a pálma, így van. És ezt eddig nem tudták. Mert miről szól minden? Tudod, a multivilágban is, én is ott voltam, milliárd dollár, hát olyan pénzek voltak, hogy az átlagember számára az felfogadom, csak tudod, én is sales és marketingben voltam, meg mérnök, meg előadó, és hát ott voltam a nagy izé, Laca, mondj már Lotus Faktuszokkal, és mindig mondtak olyan dolgokat, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel az idén nem lesz fizetésemelés. Mondom, miről beszélsz? Több milliárdokat, tehát na minden, ez egész egy szadizmus, oké? Tehát az egész egy mentális játszma. Ahogy a gazdaság az emberek elméje által, az érzelmi és a negatív érzelm által volt teremtve, nekünk kell véget vetni
önmunkán belül ennek a szadizmusnak, mert magunkat szadiztuk azzal, hogy elhittük, amit nekünk mondtak. Magyarul, ahogy mi elkezdtünk lefelé redukálódni, úgy lecsökkentettük a mi értékünket, a mi méltóságunkat, érdemességünket, és nem adtunk. Na most minket eszméletlen profin kiképeztek, de brutális. Tehát olyan kiképzésen voltak, hogy így már jutalag röhögök rajta, már nem kínomban, de akkor brutális volt. Jó pár évvel ezelőtt az univerzum ugye kommunikált velünk, azt mondja, na, jó vagy, rengeteg tehetséged van, mérnök vagy, bármit tudsz csinálni. A pénzkeresés az nem is andó. De most mutatok valamit. És kivet minden széket, meg szőnyeget alólunk. Majdnem az utcára kerültünk, és akkor tudod, ülünk, így, hál' Istennek azért tudod, megvolt a tudásunk, és erre beszélve ez a tudatosság, ami szükséges ahhoz, hogy nullából teremteni csodákat. Nem volt angyal, nem tudom, hogy mondtad, angyal befektetőnek hívják? Angyal befektető, igen. Oké, de jó, oké, ez angel investors. És senkinek nem volt angyal befektetőnk, senki. Az univerzum azt mondja, hogy most ide leülsz, mert megvan a képességed, és innen teremtsél. És teremtettünk. Mondom, majdnem a híd alatt voltunk már, de nem, mert mindig volt pénzünk, volt házunk San Diego-ban, tehát tudod, ki tudtuk volna adni. Tehát mindig az a lényeg, hogy mikor az emberre nyomást tesz az univerzum, ha itt beadjuk a derekunkat, és nem tudjuk logikusan átlátni, összeroppanunk. Összeroppanás helyett át kell adni magunkat, és ránézni egy teljesen más logikára. Mindenki összeroppan szinte. Oké? Okay. És ez a magánvállalkozóknak nagyon fontos, mert ők átmennek egy olyan transformatív változás sorozaton, amit nagyon sokan eddig még nem léptek meg. Ezért kell neki jó mentorok. És angolul, ugye van ez a szó, ezt tudod, mert ez ott van a Master Yourself-ben, hogy resourceful. Magyarul ez úgy lehet fordítani, hogy leleményes. De bármikor valami nem adatik meg az embernek, az azért, mert nem leleményes. Az ego világában a leleményesség az tudós sunyiság, smuciság, stb. Tehát a leleményesek voltak, tehát tényleg tapsvihar nekik, viszont ezek a tisztaság, vagy te mondtad szépen, a becsületkódex elleni szóló rezgések és viselkedések nem lesznek engedélyezve tovább. Tehát ennyire egyszerű. Tisztán, szívből, gyógyultan tudunk csak létezni az emelkedett világban. És az történt velünk, hogy mi tudtuk ezeket a DNS árnyakat, már évek óta tanítom meg, tudod mindent, és akkor ott ültünk, és azt mondja az univerzum, hogy na, lépjél. Nem bántóan. Na, innen, ha kilépsz, soha nem lesz semmi bajod. Mondom, oké, köszönöm. És akkor ott az ember bemegy egy kicsit, átvizsgál maga, elenged egy-két dolgot, és ebből a semmiből teremtettük ezt a csodát, ami ma van. És az univerzum... Csak gratulálni tudok hozzá. Így van. De te azért mondom, hogy ha az ember ide belemer menni egy kicsit, félelemmel jár, hogy? Ezt el kell engedni, ezt fel kell oldani, és ezt hívják úgy, hogy majd ebben segítsen, hogy the point of surrender. Mikor átadjuk magunkat, ez az átadás, igen, ez az igen, átadási igen. pont. Okay. Akkor szinte lemondunk mindenről, és átadjuk magunkat a teremtőnek, hogy tégy velünk, amit akarsz. Így van. Igen. És tudod, minél elevántabb valakinek a rezgése, tehát minél takarítóbb az elmény, annál nagyobb feladatot kap. Tehát ez megint egy jó kifogás volt az embereknek, hogy ilyen köszönjük. Ilyen összeroppalunk alatt, én ezt köszönöm, nem kértem, nem kérdeztek, Nem. kaphat, csináld. És Igen, tudod, én azt, igen, mondjad. csak még hogy mondjuk valamit, Nem, mielőtt de hogy is, tudod is. Hogy fentről jött, hogy amikor itt vagyunk, és fáj, és félünk, és szorongunk, és tele vagyunk olyan emlékekkel, hogy mást csináltam, de rosszul sült el, tudod, ezek a tipikus ilyen hétköznapi gondolatok. Amikor ezen már áttörtünk, és tényleg integráltuk magunkban ezeket a dolgokat, ez az üzenetem lényege, hogy nem fog többet megtörténni az, amit eddig tartottunk. Magyarul szabadok lesz. De amíg nem vagyunk hajlandók ide belemenni, és tudod, kalapácsra, fűrésszel, lapáttal tudod rendet rakni, addig ismételjük ezt a múltat. És én most ennyi, köszönöm.
Nem csak ugye az jutott eszembe, hogy milyen jó metaforák léteznek el. Én azt szoktam mondani, hogy ha én meg akarok tanulni szörfözni, akkor kezdhetem a kis hullámokon, de amikor egy nagy hullám elé vet az élet, és fönnmaradok rajta, akkor nagyon messzire tud elvinni. De ha én elzakózok, az viszont beteker, és a hullám alatt fog tartani, ami azt jelenti, hogy koncentráció kell, elhivatottság, önbizalom, tehát minden olyan eszköz, amit te tanítasz, hogy ezt hogyan lehet újra előhívni az emberből, mert ahogy te is mondod, mindenkiben ott van. Csak vagy transzgenerációsan, vagy ebben az életben, de már tulajdonképpen mindegy, vagy a kollektív természetesen, tehát most azért tegyük hozzá, hogy a magánvállalkozások azért nem mentek, mert a kollektívban ez olyan szinten volt eltiporva, hogy csak pár olyan nevezzük nem nevén, de azért egy számot mondjuk, hogy pár nagy család irányítja tulajdonképpen a világot, magát, és mint látjuk, nem azért, hogy mindenkinek, hanem legfőképp nekik legyen jó. Tehát ez a fajta modell, ami régen is megvolt, hogy akkor voltak a cég, a manufaktúrák, tehát hogy ezek mindig is létező dolgok voltak, egy falu közösségen belül, tehát kicsiben ezeknek megvoltak már a modelljei, sőt, még most is megvannak, és jól is működnek. De a kapzsiság, az a fajta uralkodás, ugye, mit szoktak mondani? Ha pénzem van, hatalmam van. A pénz hatalom. A hatalomhoz pénz jár, és elkezdtek uralkodni ezeken az embereken, és valóban nagyon sokan beadták a derekukat. De valóban a pénz számomra, ahogy te mondtad, a pénz energiája, amiről azt mondtad, hogy az egyik legösszetettebb energia. Én mindig azt tanultam tőled, hogy a pénzzel kapcsolatos energia, ha így le lehet, ezt ki kell mondani, az a női energia. A női energia a kreativitás. Tehát a nők szerepe például egy magánvállalkozásban, csak hogy meg legyenek szólítva, mennyire fontos. Hol látjuk őket? Látjuk, de nagy cégvezetőknél nem látjuk. Tehát itt is ez a fajta átstruktúrálódásnak is biztos, hogy a szele már elérte a nagy vállalatokat is, próbálnak ebben tenni, de hadd menjek egy személyes példát. Rövid leszek. Tőled megtanultam, hogy akkor lesz pénzem, ha dolgozok az édesanyámmal való kapcsolaton. Mondtam, hogy jó. Megdolgoztam, ebből jött a pénz. Mondtad, hogy jó, ez szeretnél-e vállalkozni? Na persze, szeretnék. Hát akkor édesapádra is kell dolgozni. Hú, az sem lesz könnyű, akkor azt is megdolgozom. És lett vállalkozás. Tehát én azt mondom, nagyon leegyszerűsítve persze, ezeken mind át kell menni, de ezek nagyon erős és nagyon jó irányok. Ha már az ember itt elkezdi, siker sikerre tud halmozni. Igaz ez? Mert hogy én most elmondtam ezt, de te vagy a mester, te tanítod. Ha még hozzátennél valamit, annak örülünk. Igen. A sok kérdést kaptam, miután a viszlátszorongás kurzuson kérdésekor a nagy technika, mondták, hogy ő már nem tud többet oldani apuval, meg anyuval. Én csináltam, van mögött egy másik videó, elmagyarázom, nem apu, meg anyu a fontos, hanem a női energia, Így mint a van, fiúk is, a így van. férfi energia. Tehát ez az energiáról szól a világ. Így van. Mondok egy válaszok a kérdésedre. Mindenkinek van mama, apa problémája, sokszor mind a kettő erős, tudod, tehát egy kicsit ilyen aránytalan, vagy más arányban jelennek meg, de az a lényeg, hogy a pénz, ugye, ahogy eddig ez a fókusz volt, ezt a legtöbb ember vagy áhítatta a család, tehát energiát adott neki, ez egy átmeneti időre működik, utána leszétesik, mert nem egy teljes recept. Vagy azt mondta, hogy hát ezek a gazdagok, hát ezek a kapzsi emberek, ezek az önző emberek, ezek a, nem tudom, a hedge fundnak hívják őket angolul, tehát ezek a befektetők, Befektetik. hogy hát ezek úgy rosszak, hogy vannak. Az olyan, hogy bármikor mi az elménkbe elutasítunk valamit, erőt adunk nekik, és tönkretesszük magunkat. Ezt mi nem tudtuk. A női energia, amiről beszéltem talán Szonyával is, az egy nagyon finom női energia. Vannak női energiák, és vannak finom női energiák. És ez a finom női energia az arról szól, hogy van egy hölgy, aki metaforikusan szimbolizálja ezt a pénzenergiát,
Ő egy érzékeny, egy nagyon érzékeny hölgy, és oda nem megy, ahol őt nem szereti. Oké, okay, mennyire egyszerű, szia, akarsz valami járni? Nem, köszönöm, már ott, csak az ember elutasítja. Oké, okay. És azt mondja a hölgy, viszont ez nem egy haragtartó hölgy, hogy semmi gond, megyek oda, ahol engem el, ahol szeretnek, ahol szeretet, szívesen látnak. Oké? Okay? És az egyik, hogy nem haragtartó, tehát azt mondjuk, hogy Atya Isten, ne haragudj, ezek hősi minták, nem is tudom, miről beszéltem, gyere vissza, üljön már egy kávére. Tehát, és ez nem fog addig menni, amíg az anyuval és a nővel való kapcsolatunkat nem tisztázzuk és integráljuk. Nagyon sok rétege van. Tehát ez egy nagyon jó kérdés volt. Utána van még rengeteg oldani való, de az a lényeg, hogy a pénz az nem mumus, de a pénz nem Isten. És ez egy fura, tudod, az embernek ezt hallani, mert eddig ugye minden, bárki, aki a tőzsdén dolgozott, a bankokban, meg tudod, az ingatlan piacon, nekik a pénz volt az Isten. És az a lényeg. Mi magánvállalkozások beszélünk, és a kérdésedre válaszolok, hogy a te, mikor apuval kezdtél el dolgozni, az apu, a férfi energia az a tettek és a cselekedeteknek a szimbóluma. Nem lehet csak beszélni és meditálni, talán nem meditáljál, hanem tehát üríts ki a buksét, és lépj meg lépéseket. És az univerzum, amit jutalmaz, és ez a magánvállalkozóknak is, az emelkedő, most fejlődésben lévő magánvállalkozásoknak nagyon fontos. Meg kell tenni lépéseket, és eddig nem tettünk meg, mert mindenre találtunk kifogást, feljönnek a félelmek, feljönnek a szorongások, és aki ezt tovább viszi ezt a mintát, nem tud sikeres lenni, és boldogtalan lesz. Megoldás? Tudod, menjünk be, nézzük át ezt a önszabotázsi mintasorozatot, közben aktiváljuk a szívünket, közben kezdjünk el álmodozni, nézzük meg, hogy minket mit tenne boldoggá, de nem minket, hanem hogy tudjuk a teremtőt és a közösséget szolgálni. Beindul a szekér, ennyire egyszerű, be fog indulni a szekér. És csak ha még egy ilyen gondolatébresztőt, és ahogy mindig is tanítod, akár ugye a kvantumban is, tehát a lingvisztikán, ugye, micsoda a mögöttes energia tartalom, pénz, keresés, nem. Nem, ha keresés, sose lesz. Tehát már megint egy hiány gondolkodásból időt áramoltatjuk. És én azt gondolom, hogy legerőször talán ezt tanultam meg tőled, hogy már nem is mondom, hogy pénzt megyek keresni, pénzt megyek bányászni. Áramoltatom, görcs, tegyél be, forgasd, pénz áramlása, mint bennünk a vér, ha nem áramolna, akkor meghalnak. Tehát muszáj egy körforgásba tenni, hogy ha én átteszem oda, neki lesz, ő arra vár, de jó, ő tovább teszi, és több jön be az ajtón. Egy vállalkozásnak, miha nem ez egy beindító energiája, hogy ne azt számolja, hogy mennyi lesz, hanem most mennyi van, tegyen be, és majd jön magától. Amit mondasz, ha azt persze szívből fogom tenni, másokért. Ha én másokért teszek, ők is velem szemben értem teszi. Tehát én is a más leszek automatikusan egy idő után, hogy ő is érte, jaj, de jó, köszönöm szépen. És egy csodás életet kezdünk el élni mindannyian. Ezt jól gondolom? Igen. Tetszett, és örülök, hogy felhoztad apukáddal, a férfi energiával a viszonyt, mert ugye ez a tettek, most csináltam a privát csoportban egy podcastet a tettek erejéről, és amit tudni kell itt a pénzkeresés magánvállalkozásban, hogy teremteni kell olyan csatornákat, amin keresztül a pénz és a siker tud áramolni. Ezt elmondom, elmagyarázom, mert szerintem ez egy nagyon mindenféleképpen, fontos. mert ez itt ledobja a látszat egy pár ember. Igen. Tehát én is elmondom magam példáját, és akkor mindenki tud leszűrni ebből, tudod, valamilyen amit szintű csak kell. fontos üzenetet, hogy én nekem két könyvem van, az első bestseller. Teremtettem egy könyvet, ez egy csatorna. Az én teremtésem, az én zsenialitásom, amit fentről kaptam, tehát nem is magamra akarom tovább tudod terápiája, ezt én megosztottam, elérhető angolul, németül, most már magyarul is. Ez egy csatorna. Nekem ott vannak a kurzusaim.
az is egy úgynevezett csatorna, amin keresztül, rajtam, az én teremtésemen keresztül áramolhat a pénz. Azt én megosztottam a világba, kitettem a világ elé. És ez is egy nagyon fontos dolog. Aki magánvállalkozó, nem tud bujkálni. De kell válni, vagy be kell válni bátorságot. Ez is belső munka. És akkor ott vannak nekem, ugye, akkor most magyarul is megjelent a biznászszorongás, magyarul is megjelent ez meg az, most magyarul megjelent a privát csoport. Ez mind csatorna. Ez mind egy olyan adás részemről, ahol én segítek a közösségnek, ezért én kapok jutalmat. Tehát ez egy olyan dolog, hogy te is nézd meg, hogy például a te vállalkozásodban te mit adsz, az egy csatorna. Ahogy te adod, ami vagy, tehát te coachingolsz, te csinálod ezt, akkor még tudod, nagyon érdekes, nekem nagyon tetszik az a világ, ahol te vagy, és bármi, amit te teszel, az egy olyan út, egy olyan csatorna, egy olyan, hogy mondjam, egy nem tudom, hogy az a baj, hogy lesülök, vagy így belevizelek, sülök, hogy ezek azok a csatornák, amiket én magamon keresztül megteremtettem, és hogy mondom, mindenre kapunk segítséget, hogyha nem utasítjuk el, és ezek hozzák meg az áramlást. Amikor az ember, most képzeld el, bementünk ebbe 2020 körül, mikor elkezdődött a C19 hisztéria, akkor ez a constriction, ez a totál leredukáltság. Én élő szemináriumokat tanítottam. Na most az emberek nem is akartak hallani arról, hogy a másik közelébe menjenek. Vége. Oké, tehát az én bizniszemnek vége volt. Mint úgy, tehát az eredeti felállás. És akkor ebben a leredukált, látszólag reménytelen világban mondták fentről, hogy adj többet. És akkor kezdtem el, képzeld el, podcasteket csinálni angolul. Ott ültem, időm volt, kuncsak nem, tudom, mindenki bízik. Akkor adok többet. És elkezdtem videókat csinálni, kirándultunk, tudod, és podcasteket csinálni, és akkor né, úgy jött valaki. És akkor az a lényeg itt, hogy ha vannak elvárások arra, hogy ebből hatalmas pénzt fogok kaszálni, akkor az univerzum azt mondja, hogy nem fog működni. Nem. Adjál elvárások nélkül, mert ők nézik. Tehát ez is fontos tudni, hogy néznek föntről minket, hogy mennyire vagyunk tudatosak, és minden rezgésünket mérik. Segíteni akarnak, tehát ez mind a törzsfejlődésünkért van, de aki kapzsiskodik, aki azért akarja, hogy majd ő jó bezsebel, és akkor majd lóg a haverjaival a Kalifornia izén, nem, ez nem fog innentől kezdve menni. És akkor én is elkezdtem podcasteket csinálni. Editáltam, olyan jó voltam, figyelj, pénzem volt, mert mindig megadja az univerzum azt, azt, amennyit kell. Így van. Ez... Soha nem vagyunk abban a képzeletünkben elképzelt veszélyben, meg hiányban, ezek elmei programok, de az egyet kérnek föntről. Ahogy mondtam, vállald be magad, és adjál magadból. És velem is ez történt. Elkezdtem podcasteket csinálni, videókat, és képzeld el, utána, de elkezdtek jönni a kuncsaptok. Tehát Európából, inkább Amerikából is egy pár, tehát az európaiakért, hál' Istennek, kicsit talán, nem tudom, intellektuálisabbak, nem tudom. Az a lényeg, hogy beindult a szekér. Minden adásra, amit mi adunk, arra jön egy válasz. Minél inkább szívből adjuk, annál inkább bővebb a jutalom. Viszont van itt egy olyan réteg is, és ezt tudod, ezt majd, ahogy majd csinál, majd elkészítem a következő vállalkozói kurzustól segítők az embereknek, nem csak ezt úgy, ahogy érteni, hanem precízen átmenni ezen a folyamaton, hogy sejt szinten meg tudják teremteni, akkor az is fontos lesz, hogy ebben a nagy ürességben, ebben a leredukáltságban totál komfort legyen. Nekem ezt mondták a mentoraim, akik ilyen csiliárdosok voltak, hogy ha megtanulsz kényelmetlen helyzetekbe kényelmesen érezni magad, mindent megoldottál. Teljesen igaz. Teljesen. Na most a kényelmetlenség ellen
ugye az elmeprogramok ellenállnak, ellenszólnak, félelmekkel járnak, tehát azért kell tudod, ez az oldások viszont tudni kell, hogy te is mondod, mi az irány, mit szeretnék, visszaintegrálni az álmodozót, merni más lenni, mint a többi, mint a tömeg, mert a tömeg az nem egy jó tudatossági szimbólum, vagy egy, tudod, egy nívó. Nincs is jó szinten. Hogy nem jó Igen. tükör. Így van. És tudod, és be kell válni a rizikót. Én amit az előbb még eszembe volt, hogy amit talán már múltkor is mondtunk, és most is mondtad, csak én a másik pólusát mondanám, hogy ugye szívből adni. De ami a legnagyobb gátnak érzem az emberekben, bűntudat nélkül elfogadni. És megmondom őszintén, egy vállalkozás miért nem tud elindulni, mert eddig hogyan tudott, ha nem angyal befektető, ment a bankhoz, ment az ide-oda, amoda, és tudta, hogy ennek nagyon kőkemény ára lesz. És azt mondta, hogy Úristen, elkezdem a vállalkozásomat, de mikor leszek szabad? Mikor szabadulok meg attól a tehertől, amit ezzel bevállaltam? És azt gondolom, hogy te is mondtad, az új földön a szívből adás, az indítéka, a szándéka, az, hogy kérlek, fogadd el. Fogadd el bűntudat nélkül, mert nincs mögötte, csak a szívem. És tényleg az a szándékom, hogy ha neked jó, akkor nekem is jó. És én tudom, hogy visszakapom. Tehát ha ez át tud menni az emberekben, és én tényleg kérem bárki, aki ezt megnézi, hogy ezt ne csak higgye, hanem napi szinten gyakorolja. Gyakorolja a gyerekén, gyakorolja a feleségén, a férjén, a bárkivel. Menjen oda, adjon 20 forintot valakinek, de ha szívből van, azt fogja észrevenni a nap végére, hogy többet kapott, mint amit adott. Ennél nagyobb tesztet, én azt gondolom, hogy emberek millióihoz végig söpör, megoldottunk egy csomó dolgot. Ahogy te mondtad, már nem azt a világot éljük, hogy én az utcán ne segítenének nekem, ha kikerülnek. Ez ennek vége. Na most, meg pláne. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási adomány föntről, hogy ezt mind átélhetjük. Ha félelem is, az csak egy fátyol, amit leveszünk, és látjuk, hogy ragyog a nap, menjünk felé, és tegyük a dolgunkat. Hogyan tegyük a dolgunkat még ezt? Egy kicsit, ha tudnánk tágítani, hogy az irányokat egy picit talán, ha segítenénk belőni még az embereknek, akkor ebből még egy kicsit beszéljünk erről mindenféleképpen. Az a félelem, amin én is átmentem, ez egy elég komplex, ezt érteni fogod, hogy nem lesz kuncsattom, nem lesz vevőm, jaj, mi lesz. Okay? Ezt integrálni kell, mert ha ez van, akkor tudattalan nyomást teszünk Kuncsokra. a kuncsattra, és minden, amit tolunk, minden, amit próbálunk erőből csinálni, az visszaüt. Igen. Emögött akkor ott vannak, ugye te is tudod, ez a neediness, és a neediness, ez a szükség, ez a ilyen veszteségi traumák vannak mögött, tehát azért nagyon fontos ismerni ezeket, ezek ennek profi mentorok. Na az a lényeg, hogy az új világban lesz egy olyan szó, ami úgy ismerős az embereknek, de nem használtak vagy nem Nem használtad gyakran. gyakran. És ez a szó, az teremteni. Ez olyan egyszerű. Teremteni. Viszont van egy kikötés. Újat. Teremts újat. Most akkor van ez a szó, ez a manifestál, és ez egy érdekes szó, tehát semmi gond vele, de abban benne van, egy kicsit bele van bugyolálva, hogy ami már létezik, ami már rendelkezésre áll, a jelenlegi készletből én ezt magamhoz vonzom, mint a vonzás törvény. Az igazság, hogy ne vonzás semmit magadra, ez volt pont a gond, vagy magadhoz, ez volt pont a gond, hogy mindig az ugyanazt csináltuk, újra, újra, vonzom, 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 és egyre inkább, egyre több olyan dolgot vonzottunk, ami már ott volt, de nem működött. Azt mondják, semmi gond, nem tudtad. Teremts újat. Csak úgy tudsz újat teremteni, ha magadat adod, és nem próbálsz megfelelni a világnak. Ha azt adod, ami a szívedben van, és bátran oda mész az emberek elé. És tudod, az is a legnagyobb bajunk, hogy az ember egy teremtő lény, viszont ezt a teremtő lényt, ezt a művészi, ezt a kreatív lényünket a sárba tiporták, ezért
Tudod, mindenki mondja, hogy jó, szegény, ez meg ez a művész, ez szegény, főleg Amerikában ez a, úgyhogy, hogy a the broke artist. Tehát a szegény, a tudod, a művész. És pont nem nekik kéne szegénynek lenni, csak az invertált Matrixban minden a feje tetején át, és nincs több invertált Matrix, csak az emberek buksijába. Nagyon fontos. Most neked, nekem, meg az emelkedők azt mondja, hogy nem. Bátorság. Lehet, hogy kell majd valaki, hogy megfogja a kezem, se baj. Kiállok magamért, kiállok a szívemért, kiállok a teremtőért, kiállok a másik emberért. És ez zárszónak szeretném itt betenni, és ez szerintem segíteni fog az embereknek, hogy amit eddig az emberek nem jól csináltak, tudod, kollektívról beszélek, lehet, hogy voltak egyedi kivételek, de nem tudtunk jól együtt játszani. Ez az én lapátom, ez az én kocsim, ez az én telkim, ez a stb. És jó, tehát értem a jogosságát, mert rengeteg ember nem volt meg az a tisztelet, meg az a belső energetika, hogy ne lopakodjunk, mert tudod, rengeteg ember hiénáskodik. És ennek a hiénáskodásnak vége. Energetikailag nem fér bele, és azt kérik tőlünk, hogy a hiénákat ők segítenek eltávolítani, de azok a jó emberek, akik emelkednek, magánvállalkozást szeretnék csinálni, mennek az új földre, szeretnek adni, hogy játszunk együtt. Az én házam, a te házad. Gyere be. Csak egy klasszikust idézve, igen. Igen. Jó. És ezt így gyakorolni kell. Mert tudod, hogy főleg itt Amerikában, amikor először kijöttem 89-ben, nézem, hogy tudod, így a, mindenkinek ugyanolyan háza, ez a pogácsaszaggató stílus, és mikor a garázsajtó föl volt, nézd, ugyanaz a szerszámja van. Milyen, de én nekem csurgott a nyálam, én imádom az én szerszámokat, tehát jaj, mit tudod, jaj, de van, de szép az a narancsárga fejez, a fűrészgép. Neki is ugyanaz van. Neki is ugyanaz. És erről szólt mindenki, ez a sameness, az ugyanaz, 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 és ennek vége lesz. Viszont én nekem, ez most személyes, hogy mondjam, gondolat lesz, lehet, hogy nem pont így lesz, de ha nekem van, mondjuk ez a fűrészgép, én szívesen adom neked. Ha neked van egy talicska, adod a talicskát. Tudod, az a lényeg, hogy mindenki bőségben fog élni, tehát nem lesz szükségünk egymástól kölcsön kérni, inkább arra lesz szükségünk, hogy ahogy én segítek neked az igazi Lehocki Péter mélységévé válni, úgy segítek a másiknak, nekem meg segít az, aki éppen akkor szükségem van, és ezt önzetlenül adni, versengés nélkül és együtt teremteni. Én azt gondolom, hogy ez újra megteremtette azt a lehetőséget szerintem sokak fejében, hogy megint csak merjék azt az egy lépést. És nem is kell, ugye, ahogy szoktuk, hogy te is mondod, nem kell futni, csak egy lépést tegyél meg. És ahogy egyet léptél, mert amíg egyet nem lépek, addig nem tudok százat. De ha egyet tudok, már ott más lesz az energia. És ha még egyet, ott megint más. És mindig az emberek tudjuk, pontosan tudjuk, ahogy tanítod, hogy az újtól való félelem. De csak és kizárólag ennek az integrációjával már el tud indulni, és rengeteg helyen használják ezt az egylépés technikáját, de azt gondolom, hogy olyan mélységében, ahogy te tanítod, és ahogy te mutatod meg az embereknek, az a precíz, az a pontos, az a mély és tartalmas, tehát nem az, hogy előre mentem, és utána pedig a homlok egyenes rohanok vissza, és azt mondom, soha többet nem akarok, mert annyira megijedtem. Kell, hogy megijedj, hogy tudd, hogy mitől félsz, tudd, hogy mit akarsz valójában. Tehát ezek mind tanítások, de ez soha senki rajtad kívül nem nagyon tette elénk, és nem nagyon tették ki a plágium elé. Én úgy is át fogom adni a zászlót neked, mert nem csak az, hogy úgy élik, hanem te vagy ebben a profi, és persze meg itt kérjük, hogy öntről, ha még újra üzenetek formájában is, de nagy igazságok jönnek át, akkor én tényleg azt mondanám, hogy mindenki, ha csak azt a pár dolgot kipróbálja, ez az interjú után, amiről itt szó volt, én azt gondolom, hogy mindenki már tett egy olyat, amit hívhat vállalkozásnak, és elkezdhet benne dolgozni, és elkezdheti a csodát megvalósítani. Ha ehhez még hozzá tudunk, és hozzá tudsz tenni, azt kérlek, osszuk meg, mert a nagy tanítás mindig a végén jön. Ezt már
hallgatóság és a cél közönség, ugye itt az emelkedő magánvállalkozók, és azt mondják fent, hogy nagyon sokat mondanak. Ez sokszor tudom, de az vízes, és próbálom betenni tudod, egy kis pohárkákba. És azt mondják, hogy szépeket mondanak, hogy szeretnék egy kicsit technikailag, vagy műszakiak lenni egy pár pillanatig, vagy pár momentig. A következő lépés pszichológiája sokkal mélyebb, mint a szemmel látható. Mindig van egy következő lépés, és minden következő lépés mögött van egy félelem. A következő lépés, ahol a félelmet felfedezed magadban, akkor tudsz előre jutni. A csodák léteznek, ezt csak az álmei síkon tudod magadban megteremteni azáltal, hogy elengeded a bíráskodásaidat és az ítélkezéseidet és a sérelmeidet. A sérelmek, fel nem dolgozott sérelmek visszatartják a magánvállalkozást és a szívbeli teremtést. Erről tudj, van megoldás, légy bátor, mi itt vagyunk neked, mi megfogjuk a kezedet, ha el tudod fogadni szívből, bűntudat nélkül, és kérjük azt, hogy nézz a másikra, úgy, mint egy testvér, úgy, mint egy családtag, és ne az ellenséged lásd a másikban. Ez rád is így vonatkozik, mondják fentről. Magadban is az ellenséget el kell engedni, mert mi vagyunk ugye a legnagyobb ellensége magunknak. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Transmission over. Végig az adás. És amit te szoktál, nem tudjátok nem jól csinálni. És ezt remélem mindenki most már tudja, hogy ez mit jelent. Mondjátok ki és érezzetek rá. Robi, ha befejezzük, akkor fejezzük úgy be, hogy újra szívből tudtunk adni mindenkinek, aki ezt szerintem látja és hallja. És biztos vagyok benne, hogy vissza fognak jönni hozzád azok az üzenetek, amik a köszönöm és a hála, amiből újra tudunk egy következő tartalmas és hasznos videót létrehozni. Én köszönöm, hogy ma is idődet áldoztad rám és a közönségre. Mindenkinek szép napot és jó vállalkozást! Jó vállalkozást!